Sziasztok! Én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. És a mai videóban kísérletet teszek ennek a francia kulcsnak a megjavítására. Ez nem lesz egyszerű. Csináltam egy videót az antik szerszámaimról, és abban ez is szerepelt. Nézzétek meg, ez egy nagyon-nagyon szép kovácsolt darab. Hihetetlen, hogy tehát itt láthatjátok ezt a csavarást, ami itt benne van. Nem semmi, ahogy ez el lett készítve. Viszont sajnos be van állva, és láthatjátok, hogy a pofa is eléggé el van vetemekbe, vagy el van hajolva. Na, ezt a szót kerestem. És akkor most megpróbálunk rámenni egy kis VD40-nel. A VD40 is szerepelt már egy videómban, ahol azt mutattam be, hogy milyen kemikáliákat használunk a műhelyben. És a VD40 az egy nagyon-nagyon hasznos kis társ a műhelyben, mert rengeteg mindenre jó. Kicsit megtörőgetem. És akkor... Elindult a dolog. Hát ezt nem volt egyszerű szétnyitogatni, és megpróbáltam még itt közben ezt a részt is kiegyenesíteni, mert közben rájöttem, hogy nem az alsó pofa van elferdülve, hanem a felső. Tehát nem az alsó áll így, hanem a felső áll így. Kicsit hagytam pihenni, hadd fürdőzzön a VD40-be, és akkor most következzen az RO55-ös rozsdamaró. Úgyhogy most ez jön, szépen fogjuk, kirántjuk egy ilyen kis edénykébe. Én nem szoktam olyanokat csinálni, hogy most fogom egy tartályba, belerakom, és akkor telibe öntöm. Ezt én pazarlásnak tartom, tehát egy egész üveg ilyen üzét, vagy akár több üveget, hogyha ugye még nem lepi el az egy üveg, azt úgy elpazarolni, ezt teljesen baromságnak tartom. Mert jó, nyilván tényleg, hogyha fullba folyamatosan kontaktban van a rozsdamaróval, akkor tényleg jobban működik a rozsdamarás. De higgyétek el, bőven jó az, hogyha így bekenegetitek. És ilyenkor a maximum még annyit szoktam csinálni, azért van ide készítve ez a nylon zacskó, hogy akkor én ezt így bekötöm egy ilyen nylon zacskóba. Egyrészt, hogy ne terjengjen mindenhol a szaga, másrészt meg, hogy ne tudjon olyan hamar elpárologni róla a cucc, és minél tovább tudjon hatni. Maximum annyi, hogy ilyenkor tényleg egy ilyen kétszer-háromszor át kell kenegetni, és akkor úgy fogjuk tudni elérni a kívánt hatást. És akkor ezt is szépen bézárom. Ezt most úgy nézem, hogy ez még itt elég jól néz ki. Itt a függetlenül egy kicsit megkenegetjük.
És akkor még egyszer ugyanez, illetve annyiszor, ahányszor szükséges. Már már szerintem így békén hagyom, és akkor lesz egy egész éjszakája a szernek hatni, és akkor majd holnap folytatjuk. És miután megvolt az egy éjszakás pihenő, ezt szépen kibontjuk. Megnézzük, milyen állapotban van. És szépen kiemeljük. Ezt most letisztogatjuk, és mehet a csiszolás. És akkor most jön a csiszolgatás. És akkor, miután megvolt az újabb fürdetés, érdemes ilyenkor majd levegővel kifújatni, vagy én most azt csináltam, hogy begyújtottam a gáztűzhelyen a legkisebb rózsát, és akkor így szépen fölé tartottam, hogy minél hamarabb minden víz eltárolódjon. És akkor miután ez a fele kihűlt egy kicsit, rongyal megfogtam, és akkor itt is, ahol ez a csavart rész van, ott is ugyanezt megcsináltam, hogy tényleg semmi víz nem maradjon bent, hogy nehogy ugye elkezdjen utána rozsdásodni. És akkor most így a végére jöhet egy kis WD-40-es extra kezelés, amivel ugye teljesen le tudjuk ápolni egyrészt a menetnél, meg amott is, meg egyébként az összes többi részét érdemes egy kicsit megolajozni, azért, hogy a későbbiekbe se rozsdásodjon vissza. No de, ez a palackunk kifogyott, úgyhogy most igénybe veszünk egy másikat.
közben elkezdem én ezt. Ó, még mindig olyan jó meleg. Elkezdem egy rongyal itt áttörölgetni. Mindenhova jusson. Látható az eredmény. Szerintem nagyon frankó lett. Itt ugye az ütlegelést is igyekeztem kiegyenesíteni. Szerintem egész jól sikerült. Gyönyörűen fut a pofa. És hát egész jól zár. Tehát azért ahhoz képest, amilyen volt, ahhoz képest sokkal, de sokkal jobb lett. Igazából készen vagyunk. Jó, hát nem lett új állapotú, de én teljesen elégedett vagyok az eredménnyel. Úgy gondolom, hogy a pofát is, ahogy sikerült megcsinálni, tehát ahhoz képest, amire én számítottam, ahhoz képest sokkal jobb lett. Jó sokat sikerült rajta zárni, én legalábbis így látom. Aztán lehet, hogy ez már csak ilyen pszichés, és magamnak magyarázom be, de ezt majd csak akkor fogom megtudni, hogyha majd vágom a videót. Majd egymás mellé megpróbálom odarakni a pofát a kezdetén, tehát még mielőtt elkezdtük volna a felújítást, meg így a végén, hogy tényleg látszik-e bármi eredmény. A későbbiek folyamán egyébként más ilyen eszközökkel, szerszámokkal kapcsolatban tervezek olyan felújítást, ami 100%-os lesz. Hát egy ilyen 100 plusz éves szerszámtól csodákat nem lehet várni eleve. De még egyszer mondom, én így, amit el tudtam érni vele kézi erővel, illetve hát némi csiszoló szerszám segítségével, teljesen elégedett vagyok ezzel így most. Igazából ennyi lett volna ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ezt többféleképpen jelezhetitek. Hogyha úgy gondoljátok, hogy másnak is tetszett, akkor nyugodtan osszátok meg vele. Illetve ha nem szeretnétek lemaradni hasonló tartalmakról, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket, sziasztok!